provokál, vagy mit akar kislány? Gondolom, forog a föld, és mozog vele együtt Brüsszel, vagy egy másik ötlet, hogy kerekekre épült, nem tudom. Kettő közül valamelyik. Brüsszel helyben van több mint 1000 éve. És meg kell állítani akkor? De hát ami helyben van, azt miért kellene megállítani? Abszolút nem értek egyet ennek a plakátnak a tartalmával. Nézzel, nem tudom, inkább állítsa meg magát a kormány, ez a véleményem. Nem kell megállítani. Azt kell megállítani, aki kiplakátoltatta. Machiavelli ezt világosan leírta. Machiavelli volt a fejedelem tanácsadója. Állandóan kell valami ellenséget keresni. Ezt Vlagyimir Iljics Lenin is megtette, megtette Rákosi Mátyás is megtette. Az összes többi ilyen nagy ember. Tehát aki mindenáron hatalomon akar maradni, annak egyetlen egy eszköze van, azon kívül, ha csak nem akar nyílt diktatúrát és nyílt zsarnokságot, hogy mindig egy ellenséget keresni, kettő, kijelenteni, hogy én megvédelek benneteket, és tőlem remélhetitek azt. Második, miért kéne Brüsszelt megállítani? Tessék megnézni, hogy 2004-es EU csatlakozásunk óta, amit egy népszavazás is megerősített, nem csak a parlament döntése, mennyi pénzt kaptunk, mennyi forrást kaptunk, azok a pénzek a felhasználása, milyen, hogy is mondjam, idézőjelben ostobán történt. Tehát nem a gazdaság fejlesztésére, nem a kultúra fejlesztésére, nem arra fordítódott, hogy a cigányságnak kollégiumot építeni, hanem arra fordított, hogy építsünk 70 centis kilátót, építsünk stadiont, egyéb ilyeneket. Tehát nem Brüsszelt kell megállítani, hanem azokat, akik az Európai Uniós forrásokat, amelyiknek a befizetői Franciaország, Olaszország, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, ezek, től kapott pénzeket tisztességesen felhasználni, célszerűen felhasználni, racionálisan felhasználni. Egyáltalán nem kell megállítani, ez egy baromság. Tehát én 30 éve rendszert váltottam, vagy legalábbis elhittem, hogy az volt, és gondoltam, akkor 5 év alatt utolérjük Brüsszelt, 30 év alatt nem sikerült, és azért, mert ők most elmentek messzire, most állítsuk meg, szóval Usain Boltot kéne megállítani, csak az előbb ugye utol kéne érni. Most az fáj, hogy másnak jobban megy, ez a kormánynak a politikája. Úgy, hogy van szemenszedett baromság és hülyeség. Nem tudok vele sem azonosulni, sem elfogadni. Állítsuk meg Orbán Viktort.